防げばいいんでしょう。飲み食いする者に用心せよ。毒矢にも当たるでない。Én csak abban reménykedek, hogy például, mert ugye ez egy idegen anyag, gondolom, a testnek. Hogy remélem jól fog viselkedni, és nem lesznek utána problémák, tudjátok. Én nem is attól félek, hogy műtéttől, amúgy inkább ettől, hogy tényleg egy idegen anyag lesz a testedben, és hogy jól viselkedjen. Hogy miért a legeslegutolsóbb műtét? Igen, hát én ezt ja, vágom, hogy miért. Csak, hogyha orvosok, meg értem, hogy bármi történt, hát akkor gyógyítsanak meg. Hát gyógyítsanak. Itt vagyok, tartassuk együtt a beszédet. Ja, meg kell várnom, míg fölmegy a szobába, bazd meg. Ja, hogy még itt ketten vannak? Aha. Ezt már nem beszoptam. Nem vált ki kilökődés, nem szervet ültet. Ja, akkor jó, akkor minden rendben van. Jó, hát nem értek hozzá, érted, úgyhogy... És nem is fogok nézni ilyen videókat, meg ilyenek, mert... Ah, biztos nem. Úgyhogy totál nyugodtan szeretnék oda menni, és totál nyugodtan végigcsinálni ezt egészet. Hol a faszomban van ennek a szobája? Simora nagy úrnak. Á, ott jön. Ott jön a főri. Á, még egy emelettel feljebb, az fasza. Aztán jöhet a hasonalvás. Hát, így most elején biztos szar lesz. Elején biztos lesznek nehézségek. Biztosan nem nagyon fogok tudni mozogni, vagy fogalmam sincs, hogy milyen lesz. Még ilyenem soha nem volt, úgyhogy... Ez egy új élmény lesz. Egy új élmény... Mely hozzád hív... Utazzunk át... Na, ugorjál már be. Oké, ezt megoldottuk. Ezek még itt is vannak. De mi a szar? Meg akarnak ölni engemet? Most arról beszélek. Most képzeljétek el egy olyan érzést, mint hogyha enyhén fájna a fejetek. De ilyen nagyon enyhén. És valamikor nagyon fáj a fejetek. Aztán megint, aztán... De mindig, értitek? De mindig. Szóval nem enyhül, meg nem... Nem marad abba, hanem mindig van egy érzés a fejetekben, hogy mint a fájna, vagy picit is fáj, vagy egyszer nagyon fáj. Na hát én pont ilyet érzek csak a hátomba. Ti. Jó, még egy szinten haladunk fölfelé. Na Iskendó, veled mi van? Szívritmus zavarok, meg izé. Minden rendben van? Fú, ezeket nekem is meg fog kellene csinálnom amúgy. Biztos fognak küldeni mindenféle ilyen kivizsgálásra. Hogy minden rendben van, meg minden. Csak most te vegyek észre. Infarktot kapok.
Ott kell hagynom a levelet, ahol meglátja. Ja, azt hittem, hogy beszélni fogunk vele. Hú, baszki ez a küldetés. Aha! Na, akkor fasza. Sakai da. Tiai! Ojiue, ome ni kakarenu koto o irushi kudasai. Haan no suigun wa izumi ni atsumarimashita. Melkasszorításos? Na és azt hogyan tudják orvosolni? Zoli vasember. Vagy nem vas, mit mondtatok? Mi az titán? Bazeg, én titán leszek. Azért az még jobb, mint a vas. Titán Zoli. Az lesz a nevem mostantól. Titánsz. Titánsz, Zoli! Remélem lesz valami titán képességem is. Na, azt mondja. Acél. Cél. Örökké kék az ég. Legyen kék az ég, és lehet kék. Hogy hogyan van? Zöld az ég, és kék a fű, nem? Ezt mindig elbaszom. Valószínű koszorú érgörcsön van, ami annyit jelent, hogy értágító meg értisztító gyógyszereket kell szednem. Azt a kurva. Hát az is egy orvosokat így most utánozzam. Hát ilyen fiatalon szkendó, ezek nem túl jó dolgok. Én örültem volna legjobban, hogyha mondjuk nem ilyen fiatalon keletkezik ez ki bennem. De ha valaki meghal rákból 20 évesen, akkor azt mondják rá, hogy úristen, ilyen fiatalon? Hát igen, mondjuk azt mondják rá, igen, de hát az is kialakulhat akkor is. Nem csak 50 évesen. De hát igen, ezt már megbeszéltük, hogy miért nem akarják ezt csinálni. Félek attól, hogy bepereled a kórházat, meg minden fasz. Valamit elbasztak. Sakai, Hanashigaru. Ishikawa nagyon akar velünk beszélgetni, de én nem akarok. És akkor a gyógyszerek azok segítenek, Szkendó? De úgy segítenek, hogy ez egy végső megoldás, hogy ennél többet nem tudnak csinálni? Szedd a gyógyszereket és kész, és jobb lesz. Nehogy azt hidd, 45 vagyok, azt tudom. Elméletileg a férfiaknak 40 éves kor felett gyakori a különféle szív- vagy prostata cuccok. Aha. Na még azt hiányozna nekem, mondjuk még annyi nem vagyok, de hogyha egyszer odaérek, hogy nekem itt ilyen prostata gondjaim lennek, hogy nekem nyugáljanak a lukamba. Hát, nem akarom. Mondjuk oda lehet, hogy nem mennék el. Csak hogyha már muszáj lenne. Mit akartam? Most eltereltem a gondolatjémat meg én. Istenem, és miért nem? Miért te szeretted, hogyha nyúkálnak a segdukadba? Főleg egy gumikesztyűs férfi. Jó, jó, ez most fura, hogy most tőled kér... Jó, nem fura, de... Na, érted. Na. Jó, ez most furán jött le. Mert még lehet, hogy valaki szereti is. Aki nő, meg a férfi is. Na mindegy, én nem akarom, hogy nyúkáljanak a seggembe. És nagyon főnyúljanak. Hol vagyok? Aha, jobbra. Hát tudnak műteni is, hogy
hónom alatt bedugnak valami katétert, vagy mi a faszom, és azzal kitágítják az ereket a szívemen. Na, ez rosszabbul hangzott, mint a én porszkoronggel távolító műtétem. És ott mik a lehetőségek? De mert gondolom, tablettákkal nem lehet ezt így örökké, vagy igen? Nem szoktak nyúlkálni a seggedbe gumikesztyűs férfiak hajnali kettő? Mondjuk ez egy jó információ. Hát valaki lehet szereti, mondom. Jó, kikenik vazelinna, aztán megkutrálok. Nem, már rossz helyre jöttem. Ja! Egészségükre. Nem tudom, hogy nekik ez mennyire életetes. De biztos, hogy ha valaki nem szimpatikus, akkor még jobban bedugja a kezét szerintem, vagy nem tudom, mi történhet ott. Mondom, én nem voltam egy vizsgálaton, és nem is akarok. Elég volt nekem a törletvétel. Amikor láttam a nővérkének a fején azt, hogy na most mi következik. Egyszer mentem el úgy lógni iskolába, hogy azt mondtam, hogy hasmenésem van. Többet soha. Kimondtam, hogy hasmenésem van, és láttam a nővérkén, hogy főcsillant a szeme, érted? Bevitt hátonba, fogd meg a térdedet, kisfiam. Aztán rögtön durrant a fa pálca befelé. Na kurva anyád. Szia, Puna, mi a helyzet? De gondolom, ezt már mindenki átéterem. Jó, most már modernek orvosok, meg a nővérkék azt mondják, hogy vedd le magadnak a törletet. Meglettem pálcázott. Dezertőrök. A vezér. Szóval nem mentem úgy többször a doktornénihez, hogy hasmenésem van. Inkább azt mondtam, hogy fáj a gyomrom. És ez jó volt, mert akkor felültetett asztalra, megnyomkálta a hasikábat, aztán belenézett a gatyába, megnézte, hogy minden rendben van a kukival, és aztán adott egy igazolást arra napra, és aztán mehettem lógni tovább. Kell nekem egy olyan... De beta blokkolónak hívják konkrétan, és ezt tudja, hogy lassítja a szívverése. Észblokkolók vagy mik, meg tágítják az ereket, és azáltal a szív több vérhez és oxigénhez jut. Ennek a veszélyesebb fajtája az, ha nagyon nagy rohamod van, csak konkrétan elhal a szívednek az a része, és olyan részen bénul meg a szíved, akkor megáll és ennyi volt. Fúá, ez nagyon szarul hangzik, Kendo. Ez nagyon-nagyon-nagyon szarul hangzik. Meg azért az nem jó, hogy örökké mondjuk egy tablettán kell lényed szerintem. Még az se jó. Az se. Na, és nem tudom, hol az a kurva páncélkovás, amúgy azt keresem. Keresem a szót, hogy elmondjam. Hol? Az a prém. Itt kalapálnak bent, úgyhogy itt lesz bent szerintem. Ez a kovács. Ajándék van? Nincs? Hát hol a páncélkovás?
paki. Jó, ott van hátul. O tanomi o kiite kudasai. Sakai, hanasi ga aru. A béta blokkoló hosszú távon merevedési zavarokat okoz. Iskendo. Habár 45 évesen lehet, hogy azért már egy kis izé befigyelne, nem? Kamagra, Viagra, meg a társai. Már nem tudom, mert nem vagyok 45 éves. Bár azért szerint azért valószínűleg benne van az, hogy az ember minél öregebb azért. Hogyan mondják azt szépen? Lankad a libidót, vagy tudja a faszom? Úgy se kell, Pinky nincs barátnőm, tök mindegy, hogy feláll vagy sem. Amúgy igen. Amúgy, ja. Magadnak meg aztán teljesen mindegy. Devo. Ég veled. Ég veled, drága angyalom. Most pöröghetsz a farkamon. Ezt most csak azért mondtam, mert most ilyen farok téma van. Otanomio, kiite kudasai. Otanomio. Otanomio. Frodo. Hova kell most menned nekem? Ideje. Punával kell beszélgetnünk. Ő a főbeszélgetőt és főbeszélgetési társunk most. Punamuna. Sakai-sama. Hát ez nem a... Anyád. Hát én nem hozzád akartam jönni. Basz meg, amíg ott van a hülye. Oh, körbe-körbe futkározok. Szia, Puna! お主に助けられてから随分と遠くまで来たな。 陣は重くて引きずってある。男にしなきゃ村に戻れなかったくらい。 Kadácsokkal, amikor az exemben lépően ügyködtünk, azt hittem megdöglök, olyan szinten vert a szívem, most ez megszűnt, hogy jót a szerelem ezeket egy összeg. Az lehet, hogy nem csak attól van, az már velem is előfordul, Skendo, hogy azért szoktam itt viccelődni ezzel, hogy lélegeztető gép kell már lassan egy akcióhoz, érted? Azt szerintem, ahogy öregedünk, az annál kevesebb, vagy nem tudom. Bírót. Na mindegy, ezt most nem tudom elmondani rendesen, de értem, mire gondolok. Még attól függ, hogy milyen helyen, de meg akkor a púzus még jobban főnök, persze. Még attól függ, hogy milyen helyesen dolgozó éppen. Szar megöregedni, bazd meg. Igaz ember vagy, szakadt dzsin. Hát igen, 20 évesen még annak örülsz, úgy áll a faszod, mint a cövek, minden pillanatban, reggedébe este, mindenre. Aztán 30 évesen meg már orvosokhoz jársz, már izé van. Amit 20 évesen elbasztál, nem öltözködtél föl, kint volt a hasad, a derkad, minden faszom, akkor előjönnek ezek a problémák. A 40 éves korodtól már faszod nem áll föl, úgyhogy ez már ez az egész élet egy szar. Úgyhogy meg kell írni a boldog pillanatokat. A 20-as évek a legjobb. Amikor már bedől a fejed, lágya, meg elkezdenéd élvezni életet, addigra meg már nem fog működni úgy a tested, mint ahogy kéne. Hát mondjuk ilyen az jó magas vérnyomás.
志村様はいないね。じきに大風が来る。我らも始めるぞ。あいつの矢は放てるか。Meg pulzusban ilyen soha nem voltak. 今だ。ドゥルル。Azt a mindenség. 暴行が来るぞ。すべてなで切りにしろ。Levágjuk mindet. Foglalj el állást a halászfaluba. Győzle a kár... Mi ez a szag? Mi ez a lag? Raven, szia, hello, szia! Jó, azt most megkardoztam ezt a fiatalembert nagyon. Ő lett kardozva. Ennél résznél jártál tegnap? Mennyi van még a végétől amúgy, Raven? Nem sok, ugye? Azt én már be akarom fejezni ezt a játékot. Nekem mondjuk miért nyomás az ilyen 90 per 70. Körül mozog, de nem okoz gondot, csak ha az alá megy. De az nem jó, nem? Az alacsony. 120-nak kell lenni, nem? Túl nyugodt vagy hajnali kettő. Ő kéne izgítani tégedet. Lehet, hogy a bőrkesztyű segbegyújtálás az... Lehet, nem is olyan hülyeség, amit mondtam. Azért az biztos, hogy emelne a vérnyomásod. Nem fog spoilerezni, mert már kétszer kivittem a játékot, úgyhogy csak nem emlékszek, hogy mikor van vége. Úgyhogy tudom, hogy mi lesz a vége. Pau! Nori! Dick megszúsz hátulról! Micsoda! A szobor érkezett meg ez a fiatal ember. Csávó! Úristen, Punát leütötték! Fekszik és nyugszik. Ja, DLC-t? Én ezt nem fogom streambe, meg amúgy sem, mert ezt már én egyszer kivittem PS5-ömbe. Úgyhogy már nem DLC-zünk. Ümak itt a ne! Móko a Jin-o totonoete oru. Sono suki wa atayemasen. Norio ga oka no ue no hei o hikite oru. Naraba ochiai kasei shimashou. Naraba! Norióval való találkozás fog következni. A szövetsége is emmel együtt. Minasan gobuchide. Aha. Kono chi de kata o tsukemashou. Itt ér vége. Kyou han no meiji. A kád ma meghal. Shimura dono no gokasei wa machimasen. Atashi tachi wa Daimon o semeru. Mouko no ki o sorasu kara, sono suki ni shinobi kome. 死にに行くつもりか。ここまで来たんだ。今さら引くつもりはないよ。おのおの方こそ誠の勇士。
また生きて会おう。兵の相手は任せな。みんな声を出さんか。スケンドはこうしてにはポーズしてディグアビアホッダ。戦え、サカイ様に続けろだ。クロードに続け。Nekem 10 perccel azt írja, hogy 50 boss. Azt írja órám, hogy 10 perccel 50 volt a púzusom. Jó, hogy nem haltam meg. Valami megakad a torkán, és meg így van. Így van, teljes mértékben. Azt nem értem, hogyan jött ki 50, de nagyon nyugodtan beszélhettem. Akkor a operációról beszéltem, nem lássátok, milyen nyugodt vagyok? Nem, hogy szó, jó. Rendben! Ötvenes pulzus, bazdmeg. Hát alvás közben van ötvenes pulzusod. Jó, 82-83 volt, nem rossz? Az nem rossz. Zorsó, mondjuk a mondom, ez a 50, ez nem tudom, hogy jött ki. De valahogy sikerült. Mert mindig ilyen 10 percre mutassa óra, hogy 10 perc ezelőtt mennyi volt a pulzus. Azt írja, hogy 50. Az érdekes. Nekem elég kimenni csak a melegbe. A tűző napon lenni. Egy picit, és a púzusom rögtön 150. Abba a pillanatban. És ez egy igaz történet. Hogy már előfordult. A Gypsy King! Ja. Csak átszúrtad? Amikor játszottam veletek egy hónapja érzényet, olyan szinten felizgattam akkor még nem magam akaratom, hogy ki, hogy fontosan azért visított az órám, hogy 110-120 pontosan. Az igen. Ha jó, akkor az mondjuk... Ilyen izgalmi állapotokban az nem olyan sok amúgy. 110-120-as pózus szerintem. De amikor már ilyen 150, és folyamatosan ennyi, azért az nem jó. Én lássátok, én meg konkrétan annyira képes vagyok lenyugtatni magam, hogy alvási pulzusom van. Halálba nyugtatom magam konkrétan. Ano yagura o noboreba, tekijin o miwadase yo. Mász fel az őrtonra, és keresd maga Kant. Olyan szinten ment ez nálam már, hogy például a Soulslike játékban nem bírtam játszani, mert akkor kicsit idegeltem magam, hogy fosz... Fájt akármi, mert szorítottam át, és szóval kurva nem volt jó. Hát igen, hogy főleg, hogy vannak mellékhatásai, akkor nem jó olyan. Na. Oké. Okay. Toronyka mászás, kárne megnézegetés. Károcska. Megjött a nagyfater, a nagybácsesz. Pá. Szállj szembe a kárdal az udvarházzal. Lássad, ilyet tudok vágni, hogyha eltalálkozom. Ja, hát igen, az úgy kb. Normális. Például a horror játékok alatt általában első 1-2 órában nekem is 100 fölött van a kódusok. Volt ma olyan stream is a horrorban, hogy folyamatosan 110-120 fölött van a kódusok.
Még nem is éreztem, hogy annyira izgulnék, hogy valami, de mégis. Áó! Majd az lesz a biztos, hogy a detántán végéletlen. Még egy 10 év múlva itt lennék. Amit a jelen állás szerint nem tudok elképzelni. Azt, hogy lerúgtuk a faszomba magunk. Akkor lehet, hogy már arról fogunk beszélgetni veletek. Hogy mit beszélgetünk öreg asszonyokkal az évben. A kórházi rendelőkben. Az lesz a fő téma. Na, benyomtad az izét? A zsíros sütit? Kiló kenyére, David? Na, akkor faszom. Bebe, az egy keks, nem? Vagy meg egy énekes. Vagy hogy milyen volt a urológus? Na, arról nem akarok beszélgetni. Tudom, hogy ez egy nagyon jó téma lenne, de arról nem akarok beszélgetni. Nem is akarom átélni, hogy milyen volt a urológusnál. Köszönöm szépen. Kikented a bendőt? Bendő kerül. Álljál meg, köcsök! Jó, megvágtuk. Mind a One Piece-ban szokták mondani, hogy megvágtuk. Hajnali kettő! Jön a One Piece-a. Nagyon csömbben vagy itt a One Piece-okban, jön, hogy kivárok egy csókolap. Semmi, ezért elnicskedés. Vagy a 600. résznél vagy. Csávó! Gyere ide! Azaz. Fiatal ember maga is jön ide, kérem szépen, mert magát itt most le kéne válnom. Az de gyorsz. Áó, ezt most kellett nekem ez a gyermézé, mérges nyílt. 53? Hú, nagyon lassan haladsz, nagyon lassan, de legalább haladsz. Zoli, és te hogy haladtál, Gosi? Görle, vagy mit is nézel? Hát, Rani, nem tőled vártam ezt a kérdést, most csalódtam benned. Köszi, köszi, Rani, hogy feltetted ezt a kérdést nekem. Lassan a fejed, köszi, igen, hajnali kettőtől ezt a választ azért vártam. Második évad, 22. rész. Azért, na. Azért ez durva. Csak úgy mondom. Na, látod? Azt a... Bizony azt a... Azt a paszta, és ne felejtsük el, hogy még plusz 8 rész ugye a Gentleman's-ből. Úgyhogy ebben a második évadban, amiben már teljesen kikészültem ettől a sorozattól, csak mondom. Úgyhogy nem tudom, hogyan fogom megnézni a utolsó évadokat, de annyira ki vagyok készülve idegileg. Ettől a sorozattól, hogy már ezt nem tudom jobban elmondani. Itt már mindenki átbasz mindenkit. Akik szerelemesek voltak egymás, még azok is egymást fényképezgetik, meg azok is beárulják egymást. Mindenki megváltozott személyiségügyileg, mindenki egy idióta. Már faszom ki van. Már kiégtem. Kiégtem azon a sorozaton. Az annyira nem nekem való az a sorozat. Hú. Feladod, de meg egy... Dehogy adom fel. Mondtam én ilyet, szóval. Annyit mondtam, hogy már kiégtem. De bele kell húzni a kettő. Utoljára, amikor írtál, az mennyi volt? 30... Vagy 27? Vagy 37? Nem, 27? Vagy 30... Jó, mondjuk az mondjuk 20-valány. Jó, a héten jön a Bridgerton más. Ja! Elnézést, Bridgertons! Én az odától égtem ki már kicsit. Attól elhiszem. Attól elhiszem, hogy kiégtél. Most kell megküzdenem a kádnál. Én nem erre emlém, de ez nem a végső, nem? Vagy igen? Tuti el fog menekülni még ezeket. Au! Mi? Úristen, jó? Most ide kell figyelnem.
veszélyes fiatal ember. De mit csinálod? Hello! Baj vagyok. Nem maradt, nem maradt élet törtök. Tsushima ga onore no hakaba da! Ajjajjajjajjajj! Very big probléma van, srácok. Veri. Veri vagy nem veri. De jó, basz meg, hát nyomtam a dodge. De ez egy csöves. Elnézést kívánok, ő egy igazi csöves. Kurva erős, basz meg. De basz meg nyomó a dodge-ot. Hát már előtte nyomtam, hogy izé. Guruljon. Milyen luka? Na, ugratom keretbe. Meg fogok halni. Ezeket tudok csak operálni. Ne! Anyádot! Mi? Segítség, meghaltam. Faszomat! Unore de wa ware ni wa katenu. Megnéztem ki egyet, még az Auschwitz-i tetoválót. Hogy lesz a kurikban? Na, most már ide figyelünk. Mondjuk ennél nem tudom, hogy mennyire jó, mennyire érdekes, hogy most ezt a állást választom. Szerintem sem ennyire. Vagy igen? Lehet, hogy maradunk a kardosnál. Bazd meg, úristen, egy igazi kikerülő vagyok. Helyett? Hát ezt nem lehet megállítani, ezt embert. Meg van zavarodva. Hát ez hülye. Ezt meg nem tudom, hogy hát te meghallgatod. Jó. Taktikát kell változtatni. Ja, hiszem, hogy odaálltuk ki égtéver. Tsushima no tami no munen, omoi shire! Kataki uchi to wa, warabe no yona asahagasa da! Én most a gesztenye embert álltam neki nézni. Rendes támadásokat csinálj, ne ilyen kurva anyás támadásokat, te egy szíves. Ezt nem hiszem el. Szét, basz. Ez eszméletlen. Ezeket a támadásait csak kikerülni tudom. Ja? Ne! Az meg nem tudtam mondani. Hát ez egy csöves, ez egy csöves, ez a kotunkán, geci. Várjál, ma hajnali kettő, azt üzébe vagyok most. Pulzusom biztos nem 50. Álltam neki nézni, és nagyon készítettem rá, mert láttam, de emlékeztem, hogy vége vannak az öregedést is. Ehhez nálam öregnek se kell lenni amúgy, mert én mindent elfelejtek. Általában.
De... Jó, most meg lesz baszva, úgy érzem. Ez a fénykör. Azt szeretem, hogyha nő azt mondja, hogy pattadjak a múlt. Na. Sok. Gyenge vagy, geci! Honore va sztini jabureta de aru. Kutabi va tatentu de. Katti niseo! Jó, meglehetem a harja, elnézést kivárok. Na! Elmenekült, nézd meg. De nem látok, állítsd be a kánt, mielőtt elmenekülne. Ne! Hát te megbasztak! Nem tudok menni. Hát ez így van a fasza lesz. Jó, remélem most meghalok és újra kell csinálni vissza kánt, akkor nagyon, nagyon izgatott leszek. Hát te hogy ott a levegőbe, te előrelátó? Levegő automata. Baszd meg. Jó, legalább nem előről. Semmi baj, meghalunk megint. Most vissza kell hoznom magam. A miért durva lenne úgy oda menni a K-hoz, hogy izé van? Ő vagyok tőtődve? Szia, baszom. Amíg biztosan lehet. Hú, baszok. Megjött a fiatal ember még egyszer. Hol van? Jó, csak most előjöttek le? Benyomom a izét. A benyomatót. Hol vagy, Kán köcsög? Szopkán? Na mi van? Nesze! Ne azt ott! Azt a hülyét vágjott a ökör. Azaz. Jó, remélem fájt neki. Szavaztok! Életet kéne pumpálni magamba. Összevéreztem a kis csösit neki. Na, úristen. Gyere ide, faszopó. Egy. Kettő. Három. De mi van?
Jó, hát ez mi van ez te? Elefánt? Yari! Krodo korzé! Yari! De hova dobod? Vert szét töké! Na, most még dobd el mindent, jöhet a kard! Kard ki kard! Kus! Meghalt ez a buzi. Nyissz! Na most mindenki szélni fog tőlem. Ha most se, akkor soha. Kár unukájára házott. Tam 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 tam. Jin, mindig is tetszettél? Megnézed a punát? Nem pihenték egy picit előtte? Már nincs sok hátra a játékból, skaciszolok. De ezt már kiúzzuk 8-ig amúgy, mert akkor még mellékültetésezünk meg valami. Szerintem, vagy tudja a faszom. A kávét már nem fogok inni szerintem. Egy Jokaku templom. De egy gyors pössentésre elfutok. Köves punát. Úgyhogy 3 másodpercet, vagy egy percet kérek, oké? Okay? És mindjárt jövök. Valaki nem bír a csatorna pontjaiha, és az a valaki az a Rarears. Nézd meg, hogy legyen valami zene itt a Realms alatt.
Na, és a zene? Hát ennyire értetetlen kellett itt. Hát mondjuk René gondoskodott róla a zenéről. Nos, Han wa shinda ga, sono zantou wa kakurete oru. Yatsura o oi yaraneba makoto no heiwa wa modoran. Moko ga sattara. Sevas Nix, see ya hello. Mata ikite iku dake da. Mou saki no koto mo souzou dekinai shi. Jibun ga dare ka mo wakaranaku natta. Egy erős harcos. Tami ni wa kibou wo, Mouko ni wa kyoufu wo ataero. Kinek a fasz a karcos? Bushi no kokoro wo kaerareru no wa. Milyen rímek jutnak eszembe? Tatakai tsuzukero. Hajnal 2 is az a rész, ahol vagy most a One Piece-ben, hol vagytok? Pontosan. Csak hogy tudjam beazonosítani, hogy mi van most. Most egy kis szünet van amúgy ott. Azt hiszem, ilyen szigetjárások vannak. Különféle szigetjárások. Dehogy olyan békét, ki akar nyírni a faszomba. よく稽古をつけてもらった血だ。ついてこうか。唯一の家族だ。一人では会わねば。そうだね。そうだね。鷹を思うとまだ胸が痛む。髪についた煙の匂い。小さく笑う顔。酔いつぶれた姿さえ懐かしい。 Úristen, majd olyan infarktot kaptam. Mondom, milyen kalóz király szigete, bassz meg. Mondom, oda még most jutottak-e. Mondom, hogy leheztem át, hogy izé? De már rájöttem. Ahol kivégezték a kalóz királyt. Igen. Jó, most már rájöttem. Tudod, így megláttam, hogy kalóz király sziget, mondom, micsoda? Ja, mondjuk az még egy jó rész volt ott. Most jönnek ilyen kalandozgatások. És aztán majd mennek a következő társukére. De tudom, csak így hirtelen fura volt a megfogalmazás. Ja, elnézést kívánok. Bannoljatok. De amúgy eltér a Netflix-estől. Há, még jó. Vagy a Netflix-est érte ettől. Nem tudom, hogy a Netflix-es az meddig ment el. Az eddig ment el, hogy idáig elmentek a izéhez. Ehhez a Gold Roger-es helyhez. Nem? Én már őszintén szóval nem emlékszek, hogy az hol fejeződött be. Ja, ez egy Naminak a... Nami falu meg... Ja. Ja, ja. Na, most haza kell mennem, és beszélgetni kell itt a nagybátyánkkal, hogy milyen helyzet. Shimura úr története. De például abban hamarabb találkozott, talizott a nagyfaterre, meg a Kobival is. A Netflix-es sorozatban? Hát Kobival első részben találkozik. Én úgy emlékszek. Ja, hát azért itt máshogy fognak tárni a dolgok, mert ugye amit a Netflix 8 rész alatt megcsinált, te azt nem tudom most mit írtál, 50 valahány rész alatt nézted meg. Azért az különbség. Vagy nem tudom hány rész alatt. Még mindig vannak itt csúnya mongolszak? Mongolsz! Ti
tudtam, hogy rossz felé megyek. Ezt annyira éreztem. Annyira éreztem, hogy ez lehetetlen. Ezt nem tudom jobban érezni. Jó, én ott át fogok úszni azon a Dunán, úgy döntöttem. Legendák történetmesélője. Most nem hallgassuk meg ezeket a legendákat. Most az a kérdés, srácok, hogy ezt a játékot már befejezem. És hogyha holnap lesz Tream, akkor mit csináljunk? Ez itt egy nagy kérdés. Mert lehet, hogy Elden Ringezni kéne. De ott nem akarok új karaktert kezdeni semmiképp. Mert ugye most fog jönni a DLC-je ennek a játéknak. Amit meg is kéne vásárolni még. Úgyhogy... Ezt még nem tudom, hogy mit csináljunk. Vagy lehet, hogy Helldrivers kéne játszani. De hogy Helldrivers, már tiszta hülye vagyok. Hellblade-et. Helldrivers. A jó kis suttogásos. Suttogásos. Az nagyon jó játék volt. Indica? Nem tudom, most annyira az nincsen hangulatom. De be kéne azt is fejezni, tudom. Tudom, tisztában vagyok vele. Jó, most mongolszok, hagyjatok, mert a nagybácsival kell beszélgetnem. Nem tudom, majd holnapi megálmodom, vagy ha nem álmodom meg, akkor nem lesz tri. Nem tudom. Az a baj, hogy valószínűleg csütörtökön, mert pénteken nem fogok ráérni. Úgyhogy ezt még nem tudom előre, hogy hogyan leszünk, meg miképp leszünk. Úgyhogy azért kéne holnap nagyon streamerni, mert valószínűleg csütörtökön pénteken nem ér meg szombaton se. Úgyhogy most nagyobb be vagyok táblázva, érted? És azt tudjuk. És itt most jól figyeljetek, mert itt egy nagyon nehéz döntést kell meghoznunk. Úgyhogy ez nem lesz olyan egyszerű itt ez a dolog. Jin. Ojiue. Konai ka to utagutta. Ohanashi ga arimasu. 力を合わせればもうこの残党を打ち払い島を取り戻せましょう。お前の務めではない。ですね、またどうぞ。境家は武士の身分を失った。この日をもってお前は武士ではない。民のためこの身を尽くしました。悔いはありません。 És mindent feláldozta, és ezt kapod. Háláljuk eléjű. Aratana bukega hondo kara tsukawasareru. Ryōchi ya yashiki mo ushinaware yo. Azt a kurva. Ki lettünk semmizve. Ki lettünk kényszerelve, ahogy a maiak mondják, ugye? Tsuite maire. Shimura Ure Története. Tarts lovon Shimura nagy úrra. Ja, azt hittem, hogy már itt nem megyünk sehova. Sehova? Igen, akarsz valamit mondani nekem, nagybácsi? 変わらず地頭を務めるのですか。さよう。本土の武士を鍛える任を授かったからな。よかった。猛虎は日の本全土を奪うまで諦めません。奴らとの戦にこの生涯を費やすつもりだ。この務めはお前と果たしたかった。父と子として。それより御妻を目取って家族を作られては。今更何を申す。
Milyen brutálisan néz ki ez a környék, nem? Nukarumi ni hamatta yo da. Sokomoto, te o kaso. Sonna messo mo gozaimasen. Enryou itasu na. Hitori de wa ugokasen zo. Igen, most ilyen nagyon segítőkészek vagyunk, mint hogy minden... Most úgy csinálom, mint hogy minden rendben lenne. Ikisaki wa? Chōgakuye. Kuroudo-sama no zei ga iru node. A szellem sereg ott már. Gozonji nai. Shikajika ookaze o mikata ni umi o watari, genkoku o yaki tsukusu sou desu. Sore wa taisou na hanashi da. Kono ni wa subete tabemono desu. Semete to omotte. Mazu wa doro kara dasaneba na. Ajaj, nagy hírem van. Kono gōn wa wasuremasen. Jōgaku made no michinori wa nagai. Nukarumi ni ki o tsuke yo. Mōko ni mo na. Sou shimasu. Ayatsu no hanashi o shinjite wa narimasen. Ima wa yose. ついて Hol a veszélyparipán mehetünk? Zei nado orimasen. Higoto ni omae no taigi ni tami ga atsumatte oru. Shōgun sama wa anjite oide da. Kono washi mo na. Sore wa muyou no shian ka to. Atarashii buke ga kitara 民は神戸を垂れるのだろうか。クロードの名のもと背を向けるのでさようなことはさせません。言って聞かせます。お前が手本を見せたのだ。わしにその言いたことで民は主を裏切ることを学んでしまった。お前もいつの日か背を向けるのだ。ざんたつせとのじばしらこうし。さあ、行ってんかためてよべ。 ここからは歩く。御意のままに。いいは。 Ez a Fathers temetője, nem? És ez az egész klánunk temetője. わが一族の墓所. A családi temető. Sakai-kia-no-senzo-7代がここに眠っておる. お前の母もな. Brutális ez az egész, ahogy kinézem úgy. 父上も. 手を合わせてやらんとな. Brutality. A cseresznyefa virágzása. Vagy az nem is cseresznyefa amúgy. Vagy az? Vártam. Igen, ez rózsaszín szak lenne, igen. A szakura fa. Megismered már Zorónak a hangját, Hajdalgyető? Most.志村の家を途絶えさせるわけにはいかん。新たな子を迎える。この首を見上げに。その首は我が戒めだ。これで最後になるな。 A japánok egyúttal amúgy zseniálisak, de egyúttal nagyon hülyék is.
最後の言葉をここに記すがよい。承知しました。Elmélkedés a veszteségről. Na. Megvárta a vég? Nagyon szomorú pillanatok ezek. Szomcsi! Csicsi mo haha mo mite orzo. Haj, ozjúve. Kitaete yaru. Sakaike de mo kokon murui no musha e to na. Erre van egy jó mondás. Csak az hal meg, akit elfelejtenek. Yarimasu. Fölvette a legszebb ingit itt a papa. Azért valamit tudnak, bazd meg, ezek a játékkészítők, geci, nagyon durva. Mennyi minden van ebbe a harcba, mennyi minden egész. Nagyon durvász ki. Au. Na nyugodjál le, papa. Ez meg basz. Omae ni kizutsukerareta kamei wa nidoto modoranu. 私を切れば傷は増す一方、死ぬわけにはいかない。 Olyan támadás kapok be, amit kitolnék védőnél. Hát meg fognak ölni. De ezt miért nem védi ki? Hát nyomom, bazd meg azt a kurva. Beszarok. Beszarok, hát te. Na véget szerelem, jó az meg. Aha, a szép vágás volt. Ezt nem hiszem el, komolyan, mi történik? Yeah.
お前に傷つけられた仮面は二度と戻らぬ。私を斬れば傷は増す一方。御下地に背くわけにはいかぬ。私の過ちを正すおつもりか。お前に恨みはない。これはわしへの戒めだ。Fejezd be! Hát azt nem ölhetsz meg. Ne! Hát ezt nem hiszem el! Ezt nem hiszem el! Csöves! Hát ez egy köcsök. Na jó! Főleg ebben. Nem csinálunk fölösleges mozdulatokat. O mai ni kizutsukerareta kamen wa nidou to modoranu. Watashi o kireba kizu wa masu ippou. Shinu wake ni wa ikanai. Watashi no ayamachi o tadasu o tsumori ka. O mai ni urami wa nai. Kore wa washi he no imashime da. Ennyit tesz, hogy oda figyelsz, bassz meg. Na, srác, most jön a döntés. Tisztelj meg engem egy harcos halálával. Megölöm, tiszteletben tartom a halálvágyát, megkegyelmezek, életben hagyom és elengedem. Rengeteg animét néztem életemben, sok mindent tanultam. A bosszú soha nem vezet semmire. Úgyhogy megkegyelmezünk. Így van. Föl nem is a japánok, de a szamurájoknál inkább René. として追われることになるぞ。承知の上。Amúgy már csináltam mindenféleképpen. Már volt, hogyha megöltem, volt, hogyha nem öltem meg. Szóval, ha mind a kettőt kipróbáltam.
vége. Akkor így nem tudom, ilyen négyszer végighallgattam egy másodára ezt a zenét, amikor meghalt a lovunk. Ilyen max hangerő. Na, srácok, amúgy azt tudni kell, hogy rengeteg mellékküldetés, mert mindenféle dolgot kihagytunk. Ezt mondtam ugye a játék közben is. Meg rengeteg története volt a karaktereknek, külön mindenkinek. Mindenkinek, és amik nagyon jók amúgy tényleg. Úgyhogy ha valaki játszik ezzel a játékkal, ne hagyjátok ki. Ez most ilyen gyorsabb végigjátszás volt. Inkább csak a sztorin durogtunk végig. Úgyhogy pontosan tudom, milyen az, hogyha valaki játszott ezzel a játékkal, és mit tudom én, mondjuk az a streamerem játszik a, mit tudom, a mellékületésekkel mindent. Tudom, hogy tud fölháborodást okozni. És tényleg ezeknek a karaktereknek nagyon jók a sztori és a mellék sztori küldetéseik. Mert nagyon sok mindent meg lehet tudni, és nagyon bele lehet írni magad az a sztoriba. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, aki még nem játszott a Ghost of Tsushima-ba, hogy csinálja a melléksztorikat is. Vége van. Befejeztük. Úgyhogy holnapra nem tudom, mit találjuk ki, de majd... Faszom, tudja, nem tudom őszintén. Vagy Hellblade 2-zni kéne, vagy Elden Ringezni. Az a baj, hogy Elden Ringben nem tudom, mit csináljunk. Lehetne mit csinálni, mert ott még körbe-körbe nézek, hogy ez van, meg az van, meg az van. Biztos hagytam el bosszokat is, ilyen mellékbosszokat. Még akkoriba. Már szívesen szózgémeznék már valamit, ha úgy. Na mindegy. Majd holnapra ezt majd kimatekolom. Matekolom ki. Úgyhogy ennyi volt itt a dolog, úgy lehetett volna úgy dönteni, hogy megöljük a papeszt, de nem öltük meg, és ezért most vagy egy piros, vagy egy fehér ruhát fogunk kapni, de ahogy látszik, most pirosat kaptunk, és ugye megöltük volna, akkor fehér lett volna a ruhánk. Úgyhogy most ilyen pirosba öltöztünk. A piros szellem. Jin. 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 Kakurega da ne. Anta ni atteru. Ukeireneba na. Ima ya Sakaiki wa horobi. Ore wa zainin to natta. Shimura-sama no koto kiita. Otte ga kuru kana. Ojiue de wa nai ga. Dare ka ni owareru koto ni naru. とにかく生きててよかったよ。ハーンを殺して、蒙古軍には趙がいなくなった。これで本土は安心だ。だが兵は残っておる。島から出られぬ以上、土地を奪おうとさらに気負っているはずだ。戦は終わってないんだね。石川先生はまだ弟子を追っかけてる。俺の帰りを心待ちにしていらっしゃるだろうな。政子殿はどこだ？一族の仇を追ってる。Mindenki ugyanott van, ahol a játék kezdődött. Egyik a tanítvány nyomába, másik a családgyilkosának a nyomába. És most a Zoli befejezi a streamet, és megy One Piece nézni. Hajnali kettő helyett is. あんたが対馬を守れ。忘れるわけがない。そうだね。これから二手に分かれて、猛虎を退けるのも手早く済むだろうからな。また会おう。それまで達者で。いいからジン。達者でな。うん、ですて、いっぷな。な。早く何かにしますフォグ。えそう。